3, illetve 2,5 év letöltendő börtönbüntetése ítélte hűtlen kezelés kísérlete miatt a kúria 2008-as sukurói telekcsere ügyében Tátrai Miklóst és Császi Zsoltot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezetőit. Tátrai Miklós már meg is kapta behívóját, és rövidesen megkezdi a vitatott börtönbüntetést. A volt vezérigazgató külföldről jött haza, családjával évekkel ezelőtt elhagyta az országot. Ügyében több ellenzéki politikus is felszólalt, de a reméltnél mégis valamivel kevesebben emeltek szót a kétség kívül furcsa ítélet miatt. Jó estét, magyarok! Jeleztem az első beköszönésemkor, hogy itt van egy drámai hír, szerintem drámai hír. Nevezetesen az, hogy ma is annyiért vásárol az állam földeket az útépítéshez, mint a sukoró ügyben. Én ezzel rugózok, amióta ezt a hírt elolvastam. Részben ennek apropóján, döntően persze azért köszöntöm sok szeretettel Tátrai Miklóst itt a stúdióban, mert egyrészt, hogy eljött, másrészt meg megkapta a behívóját. Megkaptam, jó estét kívánok én is. Jó estét kívánok. Az én kollégáim bogarázták ki ezt a hírt, rakták össze azokat az információkat, amiket szerintem talán a bíróságnak is össze kellett volna rakni, vagy legalábbis az igazságszolgáltatásnak. Aminek nagyjából az a lényege, hogy utóbb kiderült, hogy abban az időszakban, azon a környéken, ott Pilis környékén, az állam egyébként olyan áron vásárolt földeket, amelyek alapján önökkel szemben az eljárás indult. Miközben az ingatlan becslő, azoknak a földeknek az értékét nagyjából 80-90 forint, 86 forint per négyzetméter áron arra becsülte. És ebből azért világosan kiderül, nem is biztos, hogy az ingatlan becsülőt kellett volna fordulni, hanem a piachoz. Nem akarom ezt most így ragodni, mert igazából arra vagyok mocsok kíváncsi, bár nehéz ezt a kérdést föntenni megrendülés nélkül. Ennek a hírnek az alapján most mit érez? Ugyanazt, amit eddig. Ez nekem nem új információ. Ez kezdettől fogva ismert információ. Igen. Csak a bírósági eljárásban a bíróságot rohadtul nem érdekelte. Az történt, hogy megkötöttük a csereszerződést egy értékbecslés alapján, majd másfél év múlva az ügyészség hozott egy saját idézőjelbe téve szakértőt, aki azt mondta, hogy az nem jó érték, mert negyed annyi, ez a bizonyos 80-valahány forint, és nem 370 forint a földnek az ára négyzetméterenként. Ez alapján emeltek vádat, ez alapján folyt az eljárás most már, te jó ég, több mint 7 éve. És én magam voltam kénytelen beszerezni évekkel ezelőtt azokat a kisajátítási határozatokat, hogy abban az évben, meg a rákövetkező évben, abban a faluban vagy városban, annak az útnak környékén a következő telkét ugyanolyan áron vette meg az állam, egy másik szerve, mint amennyiért mi cseréltük. Pontosan, hagyj idézzek, ugye a kollégánk azt a választ kapta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től, hogy négyzetméterenként 436,5 forint szándékosan olvasom fel ilyen didaktikusan, 436,5 forint átlagáron került sor területszerzésekre, összesen 103 ingatlan szerzett meg az állam, 321 tulajdonostól, mintegy 49 hektár, 214 millió forint kártalanítási összegért. És ez senkit nem érdekelt 7 éve alatt? Ez tökéletesen senkit nem érdekelt, azt mondta a bíróság, hogy más ingatlanoknak az ára nem befolyásolja a konkrét ingatlannak az árát, őt ez nem érdekli, bizonyítékként sem vette figyelembe ezeket a közokiratokat, az ítéletében nem is mondta, hogy vannak ilyenek, és hiába kértük, hogy az egy dolog, hogy én beszereztem, de szíveskedne ő hivatalból beszerezni és bekérni ezeket az iratokat, azt mondta, hogy ez szükségtelen, mert semmi köze nincs a konkrét ügyhöz. Így folyt le 7 éven át a büntetőeljárás, és így van ma ítélet. Hogy kérdezek még arra rá, hogy amikor ügyészségi vagy nyomozati szakban volt, és nyilván meghallgatták önöket, akkor se került ez a kérdés terültékre? Akkor se foglalkozott az önök javaslata vagy védekezése alapján ez a kérdés? Nem. És amikor mondjuk az ügyésznek ezt mondták, hogy na de hát kezdjük a szomszédban, egyébként ilyen áron forognak az ingatlanok, akkor erre mit mondott?
Hogy nekik van egy szakértőjük, aki más mond, az összes többinek meg nincs igaza. Ezt. Szerintem abban az időben is, hogyha megpróbálok visszaemlékezni, azért mondjuk az emberek, az átlagember is az alapján tájékozódott mondjuk egy lakásvásárlás környékén arról, hogy a lakásnak mennyi a reális ára, hogy körülnézett, hogy mondjuk a társaságban a szomszéd lakása, vagy a szomszéd házott a környéken, vagy a szomszéd ingatlan nagyjából mennyibe került, vagy hogyha mondjuk termőföldet vett, máj napig, sőt, amióta a világ a világ, úgy vásárol az ember, ha egyébként akár befektetni, akár lakni akar. Így van. De a szomorú az, sok minden más mellett, hogy ez a kisebbik tétel egyébként matematikailag a büntetőügyben, de tök ugyanez a helyzet a sukorói ágánál, ahol 1500 forintért adtuk el a telket négyzetméterenként, és a szomszédos telkek piaci forgalomban abban az évben és a rákövetkező évben 120 és 900 forint közötti áronk mentek el, mi 1500-ért adtuk el. Mit mond az ügyészség szakértője? Azok nem jó példák, nem jó összehasonlítási alap. Fönt a hegytetőn másfél kilométerre légvonalban vannak 800 négyzetméteres építési telkek, amik 7000 forint per négyzetméter, induljunk ki abból. Jó, hogy szóba hoztál egyébként az a helyzet, hogy mindaddig ezt a hírt nem olvastam. Én azzal akartam idejönni, és azon mamogtam most már évek óta, ha úgy tetszik, hogy azért itt az élet nagyjából meghozta maga döntését, hiszen mondjuk például az a sukorú telek, a legjobb tudomásom szerint, jelen állás szerint 2017-et írunk, a kutyának nem kell. Így van. Akkor meg mennyi az értéke? Akarja valaki megvenni? Hát ez az. És akkor most tartozom egy vallomással egyébként. Ebben a televízióban én annak idején, amikor ez az ügy volt, akkor immanens tudatlanságomra és tájékozatlanságomra alapozva meglehetősen hangosan értetlenkedtem a telekcsere ügyében. Mindig azt mondtam itt az én kedves közönségemnek, hogy hát, hogy miért nem az történt, hogy odafáradtak a kedves kollégák a pénztárhoz, és miért nem fizették ki egyszerűen cashben. Uh-huh. Közben olvastam Császi Zolcs könyvét, meg hát rám is ragadt valami a boszon kívül, csak azért hozom szóba, ha egyáltalán ez korrigálható itt. A nyilvánosság előtt kérjek elnézést és bocsánatot azért, amit én annak idején műveltem. Azt mondom, hogy ezzel azért nincsen semmi baj, mert amikor ez az ügy lett, akkor az ügyészségnek a ténybelileg hamis tájékoztatása uralta a sajtót éveken keresztül, nekünk pedig a helyzetből adódóan sokkal kevesebb megszólalási lehetőségünk volt. A valótlanságok átjöttek, ami szerintem alapos, tényszerű, lásd, most kiderül 7 év után, hogy kinek van igaza, csak semmire nem megyünk vele, ezeknek meg sokkal több idő kell, és nyilván a 2010-es kvázi fülkeforradalmi hangulatban sokkal könnyebb volt bedőlni egyfajta propagandának, mint hogy ma már látjuk, hogy miről is szólt ez valójában. Tény, szóval én nem a főnököm utasítására és a tulajdonosom utasítására voltam hülye, autodidakta voltam, magamtól voltam hülye. Család föl van készülve? Amennyire föl lehet erre készülni, tehát nyilván ez egy nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy lélekben föl, tehát tudjuk, hogy igazunk van, tudjunk, hogy nem csináltunk semmit, ami törvénybe ütköző, az ország javát szolgáltuk. Ez ad egy erős hitet, végig fogjuk csinálni, minimum 10 hónapot ténylegesen le kell ülni, hogyha nem változik semmi ez alapján, az ítélet alapján. Családnak részben nyilván logisztikai probléma, igen, igen. Mert hogy azért két szülős családból egy szülős család lesz, részben meg érzelmi probléma. De hát ez 7 éve tart, szóval nem derült égből villámcsapás, nagyon sok kellemetlenséggel jár ez már. Nem mellék büntetés, ideje. Súlyos büntetés az, hogy így elhúzódnak ilyen eljárások különben, mert azért én csak rágalmazási perekben voltam, gyanúsított meg egyebek, hát a hócipőm tele volt pusztán csak attól, hogy egyébként az embernek bíróság kell járni. Én kívánok sok erőt a családnak is, és viszont várom mindenképpen, ha én még leszek valamilyen formában, de mindig megtaláljuk a lehetőséget, de szerintem az Olga is várja önöket nagy szeretettel. Jövünk. Minden jót. Köszönöm szépen. Hajrá. A szintlátásra.